Az iskola műfüves pályája melletti régi játszótér már nem volt biztonságos, így az intézmény alapítványa a nevelőtestülettel és a szülői munkaközösséggel együtt úgy döntött, a 2017-es alapítványi bál bevételét egy új játszótér létrehozására fordítja. 200 szülő vett részt az idei bálon, támogatva a nemes célt. Igazából a nevelők és a szülők együtt táncolták össze a játszótér árát, és nagy örömünkre szolgál, hogy a bál február 4-én volt, és sikerült úgy elintézni, hogy a héten, kedden telepítették a játszóteret. A hivatalos átadást követően a gyerekek azonnal megrohamozták az új létesítményt. Amikor még elsős voltam, akkor még egy másik játszótér volt itt, és most egy másik játszótér van itt az iskolában. A pénteki nap lényegét egy első osztályos kislány is megfogalmazta. Szerintem arról szól, hogy most a játszótér avató, az most itt nagyon jó, és sok gyerek használhatja itt most az iskolában, és minden gyerek örül neki. A Körösiben a mai nap nem a tanulásról szólt, számos programmal várták a kicsiket és nagyobbakat a gyermeknap jegyében. Azért vannak ilyen nagyobbaknak való programok is, gondolnak arra, hogy vannak nagyobbak, akik nem pont olyan programokra válnak, mint a kisebbek, és ezért ők is nagy élvezettel vannak itt, és várják ezt a napot. A nap programjában bemutató torna, foci meccs is szerepelt, de a gyerekeket nem nagyon lehetett elvonni az új játszótér környékéről, amelynek alapja folyami homok, szintén szülői támogatásnak köszönhetően.